Köszöntöm nézőinket, ez a Pápavárosi Televízió híradója. Szeptember elején a pápai tűzoltóság 150 éves évfordulója alkalmából tartott ünnepségen dr. Áldozó Tamás polgármester megígérte, hogy a város szervez egy családi napot a pápai tűzoltóknak. Az eseményt október 2-án tartották a Hagyományok hegyén, ahol színes programokkal, finom ételekkel és italokkal várták mindazokat, akik a város biztonságáról gondoskodnak nap mint nap. A rendezvényen a főző csapatok már kora reggel megkezdték a munkát. Érkeztek a programokba résztvevők, mint például a bázis repülőtér kutyakiképző rajának tagjai. Megnyitó beszédében Unger Tamás alpolgármester arról beszélt, hogy bár a tűzoltóságot nem a város tartja fenn, a város magáénak érzi ezt a közösséget. 10 éve lesz következő évben, hogy hivatalosan a tűzoltóság és a katasztrófavédelem már nem a város fenntartásában és működtetésében dolgozik, de amikor polgármester arról beszéltünk, hogy 150 éves már a tűzoltó hagyomány, tűzoltó tevékenység a városban, és régen volt már olyan családi nap, amikor össze lehet jönni egy lazár körülmények között. Mi azt gondoltuk, hogy az önkormányzat úgy tud hozzájárulnia ehhez a évfordulóhoz, egyáltalán a ünnepléshez, hogy lehetőséget teremtünk arra, hogy családtagokkal együtt, lazább környezetben, egy ilyen szép környezetben, egyébként mindent biztosítva, amit itt önök látnak, segítünk, támogatjuk ezt a rendezvényt. Horváth Sándor parancsnok arról beszélt, hogy a szolgálatban résztvevőknek szükségük van egy biztos családi háttérre, amit egy-egy ilyen nappal is erősíteni lehet. Ahhoz, hogy a tűzoltó nyugodtan el tudja menni abba a 24 órás szolgálatba, kell egy családi támogatás. És úgy gondoljuk, hogy a családoknak, a feleségeknek, a szülőknek, a gyermekeknek meg tudjuk így köszönni, hogy egy ilyen verőfényes, hála a Jóistennek, egy verőfényes napsütéses szombaton együtt tudunk lenni, illetve nem csak a tűzoltók és a családtagjaik vannak jelen, polgármester úr engedte, hogy akikre úgy gondolok, hogy az éven át, illetve előző években, és bízva abba, hogy a jövőben is jó lesz a munkakapcsolat, tehát, hogy mond idézőjelben vannak külsős vendégek is. Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő adta hát Sebestyén Gyulánénak, a Bakony Béli Önkéntes Tűzoltó Egyesület titkárának a tűzoltóság szolgálati érem kitüntetést. Majd beszédében visszaemlékezett a korábban nagy hagyományokkal rendelkező tűzoltó napokra, amikor még szorosabb kapcsolatba kerülhetett az állomány és a lakosság. Legyen alkalmunk még jó néhányszor találkozni egymással ilyen körülmények között is, nem csak akkor, amikor a munka vagy a nagy hivatalos ünnepségek zajlanak, mert ennek van igazán értelme a csapat összekovácsolása szempontjából, és legalább el lehet hozni a családtagokat, a gyerekeket, együtt van a család, hiszen sok szolgálatot kell adni, amikor külön van. A feleségek meg a párok otthon vannak, az ember meg a szolgálatban van. A késő délutánig tartó programokban volt bűvész, gyermekműsor, fellépett a Vadvirág Néptánc Együttes és a Trend Zenekar. A Serei Antal ösztöndíjat Serei Zsolt alapította édesapjának, Serei Antal énekzenetanár és Serei Antalné Téglás Piroska testnevelő tanárpedagógusok emlékére. Az ösztöndíjat a Pápai Bartók Béla alapfokú művészeti iskola tehetséges növendékei kaphatják. Az előző tanévben a pandémia miatt nem adták át a támogató elismerést, ezt most a Zenevilágnapján pótolták. Az ösztöndíjat ezúttal Holb Enikő és Mogor Dávid érdemelte ki. A Bartókosok a Zenevilágnapján október 1-én kora délután a Kossuth utcán muzsikáltak, majd azt követően a zeneiskola dísztermében volt egy ünnepi koncert. Ennek keretében adták át a Serei ösztöndíjat. A tantestület mindig kiválasztja azokat a gyerekeket, akit érdemes, akik már továbbtanulás előtt állnak, és akit érdemes támogatni, mert ez a Serei ösztöndíj nem csak pénzzel jár, hanem Serei Zsolt zeneszerző úr felajánlott egy patronálást, egy kis segítséget is a gyerekeknek, ami egy tovább tanuló gyermeknek egy hatalmas nagy segítség tud lenni. Az egyik díjazott Holb Enikő. Tehetségének kibontakozását évről évre megmutatták eredményei is. Először megyei, később pedig regionális versenyeken is aranyfokozatokat ért el. A zsűri felfigyel tehetségére. Egyelőre úgy gondolom, hogy zenei pályára szeretnék menni,
és készülök felvételire, előfelvételire, ilyenekre. A másik díjazott Mógor Dávid, aki a megyei, illetve regionális klarinét versenyeken kivétel nélkül kimagasló teljesítményt nyújtott. Az aranyfokozat mellé kapott külön díjat és nívódíjat is. Én negyedik osztályban így eldöntöttem, hogy én zenei pályát szeretnék, és azóta így tervezgetem az utamat, hogy hogyan, miként, merre. És hát szerencsére nagyjából már van egy ilyen részleges terv. Dávid a budapesti Bartók Béla konzervatóriumba készül. Az alapító Serei Zsolttól vehették át a növendékek az ösztöndíjakat. Serei Zsolt elmondta, a pápai zeneiskolának ő is sokat köszönhet. Annak, hogy zenei pályára kerültem, annak nagy része az onnan ered, hogy itt olyan kezekben voltam, ami később ez nekem útravalónak nagyon jó volt. És úgy éreztem, hogy ameddig tehetem, addig esetlen fiatalokat támogassak. Az ösztöndíj felhasználható kották beszerzésére, versenyre vagy kurzusra való utazásra, tanulmányok folytatására. Olyan világot élünk, amikor fontos az, hogy hogyan gondolkodunk a jövőről, kezdte beszédét dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, hiszen aki bölcsődét épít, az gondol a jövőre, mert a mai bölcsődések holnap az óvodába, majd az iskolába járnak, és ezt mind helyben, ez esetben Csóton tehetik meg. Így a szülők nyugodtan mehetnek dolgozni, és több fiatal család fog letelepedni a faluban. A csóti óvoda szinte teljes kihasználtsággal működik, így már nem tudják megoldani, hogy a 2,5 éves gyerekeket is felvegyék. Ezért már korábban felmerült az igény egy minibölcsöde kialakítására. Az ugodi minibölcsöde átadásakor dr. Kovács Zoltán képviselő úrral találkozva említettem feleségemnek, aki az óvoda vezetője, hogy ő vele kellene egyeztetni itt a dolgokat, mert otthon nekem elmondhatja naponta többször, de azért van, akinek a befolyása sokkal nagyobb. Így aztán, mivel Kovács Zoltán képviselőnek meglehetősen jó a memóriája, ezért nem felejtette minket, és megvalósulhatott ez a beruházás. Magyarország kormánya támogatja a bölcsödék építését, hogy a szülők mihamarabb vissza tudjanak menni aktív dolgozónak. A fő célunk a családközpontú és a munkaalapú társadalomnak a megépítése, hogy ne kelljen választani egy édesanyának adott esetben, hogy dolgozni megyek, és vagy pedig otthon maradok a gyerekkel, mert nincs lehetőségem hova elvinni, óvodába vagy bölcsödébe. Ezért aztán minél több támogatást és sokoldalú támogatást biztosít a kormány a gyermeket vállaló családok számára, hogy minden tervezett és vágyott gyermek megszülethessen, és Magyarország fiatal, gyarapodó nemzetté váljon. 10 hónapja kezdődött a közel 100 millió forintos építkezés, melyhez a falu még 10 millió forintot tett hozzá. A 94 millió forintos pályázati összeghez még a későbbiek folyamán kaptunk közel 4 millió forintot, és ez a teljes bekerülési költség, illetve önerő volt a terület megvásárlása, az udvarról lévő játszóeszközöknek a biztosítása, és még nagyon sok kisebb, apróbb dolog, ami kell ahhoz, hogy a bölcsőde jól tudjon üzemelni, működni. Jelenleg 7 kisgyermeket tudnak fogadni a mini bölcsődében, de már a tervek is úgy készültek, hogy könnyen ki tudjanak alakítani még egy csoportszobát. Az SK társulat éppen 10 éve, 2011-ben alakult. A jubileumot nem csupán egy bérletes előadássorozattal, hanem egy új otthonnal is ünneplik. Régóta kerestek egy olyan helyszínt, mely nem csupán próbateremnek alkalmas, hanem kamaradarabok bemutatására is lehetőséget nyújt. Most az Aranygriff szállópince helyiségében rátaláltak erre a helyre, melynek avatóját pénteken este tartották. SK, azaz saját kezűleg. A társulatnál sok dolog működik ennek jegyében. A darabválasztástól a szereposztáson át a rendezésig, díszletezésig. Mindenről ők gondoskodnak. Ez az értelmezés most még bővült, hisz a tagok keze munkáját dicséri a korábban rendezetlen, elhanyagolt tér rendbetétele. Sok helyen néztünk a városban lehetőséget, de igazából ami megfelelt volna a technikai igényeknek, a most már elmondhatom, hogy elég nagy díszlet raktárunknak, a kellékeinknek, tehát ahol mindezt el tudtuk volna helyezni, és még színpad is van, olyat nem találtunk.
Nagy szerencsénk volt, úgy kerestek meg bennünket, mégpedig a Griff tulajdonosa, és ajánlotta fel ezt a pincehelyiséget. Azt mondta, hogy ha ezt rendbe tesszük, kipakoljuk azt, ami itt van, és itt volt azért bőven pakolnivaló, akkor ez a miénk lehet. És így kezdődött itt a munka. Ez a lépcső a lejárat, mely egy előtérben társalgóba vezet. Innen nyílik a díszlet és kellékraktár, aztán balra a kamaraszínpad és nézőtér. Emögött van az öltöző. Az SK-sok terve az, hogy mások is használhatják a Pince Színházat. Bárkinek nagyon szívesen helyet adunk, aki itt fellépni, kiállítást rendezni, beszélgetős estet, felolvasó estet, vagy bármi más szeretne csinálni, akár gyerekekkel foglalkozni. Ez nyilván később megbeszélés és egyeztetés kérdése, de nagyon szeretnénk, hogyha minél sokszínűbb lenne itt lent az élet. A Pince Színház avatójának meghívottjai először a Városi Televízió összeállítását nézték meg a társulat 10 esztendejéről, majd Nagy Imre mesélt a tervekről, lehetőségekről. Természetesen a pezsgős kocintás sem hiányzott az ünnepi alkalomról. Október 2-án ünnepelték a Magyar Népmese napját a Jókai Mórvárosi Könyvtárban. Az ünnepség alkalmából Senye Ilona, metamorfózis, meseterapeuta és 4 pompás nagykövet, Popovicsné Gyenge Judit, Szabadi Melinda, Takácsné Farkas Krisztina és Győriné Erdély Regina hozott el egy-egy régi mesét. A Magyar Népmese napját Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án ünneplik. A Magyar Olvasó Társaság 2005-ben kezdeményezte, hogy ezen a napon legyen a népmesék napja. A Városi Könyvtárban tartott rendezvény célja az volt, hogy a mesékkel foglalkozó szakemberek által a gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséihez. Én azért tartom nagyon fontosnak a meséket, mert a mese szerintem egy lelki táplálék, és benne van a szabadság arra, hogy mindenki annyit hal meg, vagy annyit vesz ki belőle, amennyit ő szeretne. A magyar népmeséket mesélni jó, és szerintem a hallgatónak is úgy jó, ha mesélik. Ezért a mai nap itt, mi is, én is mesélni fogok élőszóval, és a 4 pompás mesetársam is. Popovicsné Gyenge Judit, a mezőlaki óvoda vezetője elmondta, hogy 2020-ban a Tengelic természetvédő óvoda az országban elsőként nyerte el a pompás intézmény címet. Pompás napok játékkal, mesével, ez egy módszer, miszerint feldolgozzuk a meséket, szépen hozzáfűzögetve a népművészet egyéb ágait, mint például a népdal, a mondókák, népi gyerekjátékok, és ebből csinálunk egy egészet, ezáltal válnak a meséink interaktívvá. A mesemondók 4 mesével, a Prücsök, a Macskacicó, a Rozmaringszál és a Tulipánból lett királyfival varázsolták el a résztvevő meseszeretők fantáziáját. Pénteken egy egész napos sportrendezvény keretén belül a városban működő nemzetközi iskola diákjai próbálták ki a sportcentrum adta lehetőségeket. A sportprogram egy tradicionális svéd esemény, amit minden évben megrendeznek. Egy sportverseny keretén belül volt lehetőségük kipróbálni a pápai sportcentrumot a nemzetközi iskola diákjainak. A program részét képezte egy részletes körbevezetés, amelyet dr. Áldozó Tamás polgármester kezdeményezett. A delegáció tagjai Peter Söderström ezredes, a nehéz légiszállító ezred parancsnoka, G.C. Sanders, a QSI nemzetközi iskola igazgatója, és Gregory Clark, a NATO légiszállító kezelő program irodavezetője volt. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Ez egy egyszer egy évben megrendezett, tradicionális svéd esemény, amelyen részt vesz a nemzetközi iskola összes diákja. Fantasztikus a környezet és a lehetőségek, amelyeket az új sportcentrum kínál. Gregory Clark elmesélte, hogy nem is olyan régen világbajnok
világbajnoki címet nyert, amelyre itt Pápán készült fel. Farkas Tamás javaslatára 2 hete elindultam a miskolci amatőr világbajnokságon a 60 év feletti kategóriában, ahol 3 fogásnemben első helyezést értem el. A látogatás célja a sportcentrum megismerése és annak lehetőségeinek felfedezése volt. Holnap még nyárias lesz az idő, nézzük a részleteket. Kedden is kitart a napos idő, majd a késő délutáni kora esti órákban nyugaton növekedni kezd a felhőzet, és estétől majd éjjel egyre több zápor zivatar valószínű. Többfelé élénk, erős lesz a délkeleti szél. Hajnalban 5-15, délután pedig 21-27 fok várható. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója hétfőn. Én köszönöm figyelmüket. Műsorunk folytatásában a Visszajátszás című sportmagazinunkat tekinthetik meg. Viszontlátásra!